Szerencsés lesz-e a 2021-es év az óvoda és a gyermekek szempontjából? Kérdeztük Balajtiné Sütő Margittól, a Kuthen úti óvoda tagóvoda vezetőjétől. Mint megtudtuk, szerencsésen indult az év, hiszen az óvoda teljes létszámmal nyitott január 4-én, így folytatódhat a nevelési év. Januárban, amikor megkezdődött a nevelési évünk, vagyis folytatódott, sokkal több kisgyermek érkezett óvodánkban, mint az elmúlt időszakban. Tehát meg tudtuk kezdeni a nevelési évünket januártól ugyanúgy, mint szoktuk, és különböző projektekkel vártuk a gyermekeket. Jelenleg is zajlanak a projektek a csoportban. Most, hogy megérkezett a tél, ezen évszak köré építik a feladatokat, az egészség megőrzéstől, a vitaminokon át, a réteges öltözködésig, de már a farsangra is készülnek a csoportok. Az egyik projekt, az egyik csoportban a tél. A tél témaköre, az időjárás, öltözködés, emberek, állatok életének a megváltozása, illetve nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, kimondottan ebben a helyzetben még jobban, és van olyan csoport, ahol az egészségünk megőrzése a projektnek a témája. Illetve készülődünk farsangra, és van olyan csoport, aki már elkezdte a készülődést. A szülőkkel zárt online közösségi felületen tartják a kapcsolatot, ahol tájékoztatják a szülőket és gyermekükről. A jelmezes vidám farsangot is megörökítik a szülőknek. Igaz, hogy nagyon kevés időt töltenek az óvodában, hiszen ugye az intézkedési tervben ez le van szabályozva, de megpróbálunk online, van olyan csoportunk, ahol online felületen közösségi csoportot hoztak létre az óvodapedagógusok, és ott tudják tájékoztatni a szülőket, illetve a szülők is az óvodapedagógusokat az aktuális témákról, feladatokról, gyermekekről. Szülők nélkül fog megvalósulni idén a farsangunk. Terve van, hogy a csoportokban a gyermekek ugyanúgy beöltöznek a hagyományokhoz híven, és ugyanúgy különböző játékokat, tevékenységeket ajánlunk föl a gyermekeknek, ugyanúgy megvendégeljük majd őket, és egész nap a jelmezükben lehetnek a gyermekek. Ezekről felvételt készítünk, fényképet, illetve videófelvételt, és ugye megosztjuk a közösségi csoportokban a szülők felé, hogy ők is láthassák, hogy gyermeküknek hogyan telt a farsangi napjuk az óvodánkban. Az óvónőknek hiányzik a napi kapcsolat a szülőkkel, remélhetőleg tavasszal már tudják őket fogadni rendezvényeiken. Nagyon bízunk benne, hogy eljön ez az idő is, hiszen valahol ez hiányzik a gyermekeknek is, illetve nekünk óvodapedagógusoknak, az a közvetlen kapcsolat a szülőkkel, hogy lássák a gyermeküket, és itt lehessenek, és betekintést nyerhessenek az óvodai életben, a mindennapi életünkben. Az iskolába menő gyerekekkel külön foglalkoznak minden nap. 35 gyermek tanköteles korú. Velük a 4 tehetségműhelyben is külön foglalkoznak. Nagyon örülünk neki, hogy az iskolába menő gyermekek szinte 100%-osan itt vannak az óvodánkban. Ugyanúgy az iskolára való felkészítés ugyanúgy folytatódik, illetve jelen van a mindennapjainkban. 35 kisgyermek tanköteles korú, ebből 8 szülő döntött úgy, hogy benyújtja a kérelmet az oktatási hivatal honlapjára, hogy maradjon még egy évet gyermek az óvodában. Előre láthatólag 2 biztos, hogy itt fognak maradni, és igyekszünk, ugye, mire oda jutnak, hogy szeptemberben iskolát kezdenek, hogy valóban alkalmassá váljanak az iskolai életre. 4 tehetségműhelyünk van, van egy gyermektánc tehetségműhelyünk, vizuális tehetségműhelyünk, zenei tehetségműhelyünk, és egy mese tehetségműhelyünk, természetesen ugye azok a gyermekek, akiknek a képességei kiemelkedőbbek, azok részt vesznek ezeken a műhelyeken, és ott meg még egy kis pluszhoz is jutnak fejlesztésük érdekében. A leendő óvodások beíratása remélhetőleg már személyesen is megtörténhet, hiszen ez a szülőknek, a gyermekeknek és az óvodapedagógusoknak is fontos.